Szervusztok, srácok! Üdvüdv! Folytatjuk a Starfield-ezést, hiszen a legutóbbi alkalommal egy egészen különleges, egészen menő küldetés közben hajtuk abba a játékot, ahol két valóság között, két realitás között ugrálunk, és ezt a problémát próbáljuk éppen megoldani. Az a helyzet, hogy felraktam pár modot, pár Star UI-os modot, így például, hogyha akarok valamit lootolni, akkor az most már így fog megjelenni. Lehet, hogy jól kiszúrtam magammal, de hogy így itt mutatja, hogy ez egy kocka, így fel tudjuk venni, jegyzetfizet, és akkor ott van fölül, hogy ez amúgy micsoda. Ezek a Star UI-os módok amúgy nagyon frankónak tűnnek, úgyhogy gyorsan fel is raktam belőle a ship builder-t, az outpostot, a workbench-et is, és mindjárt megmutatom nektek azt, hogy milyen amúgy a konfigurátor része. Azt mondja, hogy igen. Hát, igazából ezt így simán tudom nektek mutatni. Jobb klik, File Manager, Data, és akkor itt van. És itt egy csomó mindent be lehet állítani. Így lehet teljesen szabni a Star UI-t. Elég király szerintem. Majd meglátjátok úgy is, hogy így mennyiben lesz másabb a gameplay. Úgyhogy kell nyomnom egy ilyet, így van. Az Entangled, ez az a küldi, amit most éppen csinálunk. Követnünk kell Máriát a laborjába. Este Season of Discovery, hajrá, jó, hajrá, nyomod, én még nem néztem róla semmit, azóta sem. És már ugrottunk is, srácok. Akarnak minket az a helyzet. Nagyon ezek a hangok. Tömítő arra anyag mirigy. Közönséges szerves nyersanyag, ez a tárgy használható alkoholutó elemként a kézművességbe. Gyere. Az igazgatói incidens jelentése. Röviden éjfél után a nagy energiás kutatási laboratóriumban egy sor robbanás miatt biztonsági zárlatot rendeltek el. A légcsere rendszerben rövid ideig hidrogéngáz felszabadulását észlelték, valamint olyan részecskéket, amelyek nagyobb összeomlása vagy a laboratóriumi létesítmények súlyos károsodására utaltak. E. Hughes biztonsági főnök hajnali 4:30-kor megszüntette a felszíni létesítményre vonatkozó lezárás, de a kutatási szinttel és annak vezérlő rendszerével minden kommunikáció megszakadt. R. Aguero főmérnök eltűnt, feltételezhetően meghalt. A biztonsági naplók szerint egyedül volt a laborba az incidens idején. A többi alkalmazottat megtalálták, más sérüléssel nem érkezett jelentés. Egy kis kávéfőző. Üdv mindenkinek, srácok, ali. Oh, nice, safe.
Nincsen digipikünk, hát ez nagyon szívás. Micsoda Starfield, jött valami frissítés? Nem tudom, megmondom őszintén, ezeket nem szoktam így figyelni, hogy jön-e valami frissítés. Vagy mire gondolsz, Vexor? Jött frissítés? Na és mit hoztak a frissítésben? Innen jöttünk. Hát csak, hogy újra tolod, azt hittem azért vetted elő. Újra tolom? Hát én a megjelenés óta tolom, Vexor. Kicsit lassan haladok, de haladok. Szóval nem vettem újra elő, hanem még mindig pereg. Jaj! Az egy 25-ös. A szemek közé lőttem. Déleses és rengeteg küldetés, bug meg sok minden más. Na, ez tök jó. Amúgy a VM alapján, azaz a súly és az érték alapján nem kéne, hogy felvegyem ezeket a cuccokat. Oh, te vagy az! Mi történt? Eltűntél és a mennyezet beszakadt. És azt hittem végre, elvesztettem az eszem. Mármint, hogy elvesztettelek, ez most nem tudom miért így mondta. Mármint nem, amúgy mondhatta azt is, hogy azt hitte, hogy megőrült végre. Majd ha úgy vagy, megmutatod a hajód? Persze, pont legutóbb vásároltam egy elég jónak mondható hajót, amit ti ajánlottatok, és ez elvileg most már sokkal jobb. Nincs Xboxon magyar felirat, mert hogy ez egy magyarítás. Minden rendben? Nem mehetnénk? Azt mondja, találkoznom kell az igazgatóval, le kell állítanunk a szondát. El kell jutnom a gyártási laborba. Ez a hely kell szétesni. Nem értek ebből semmit. Ha nem láttam volna a saját szememmel, hogy eltűntél, el se hittem volna. Oké. Te vagy a kiút a minden. A te módszereddel csináljuk. A kamrán keresztül kijuthatunk. Aha, és akkor ez itt beszakadt. Hát Fish volt a bűnös abban, hogy vettem egy hajót. Mármint, hogy olyan hajót vettem. Miért? Aha. A hajóhoz kellenek skill... Ja. Majd pakolászunk, vagy akár, mert most is tudnék, hát mindegy, majd ha kijöttünk, akkor majd rakok rá. Futás! Nincs kulcsunk. Hogy megijedtek tőlem. Lassan meg lesz a 100-as szint. Nyomod Fish. Amúgy ez így most gondoltam, hogy kajálok. De így nem csinál semmit. A habszivacs pohár az 500. Ezt hozzuk. A kanál 700. A kanál nagyon jó cucc. Tablet 560. Jó. Zöldes kék színű toll 1000. Na hát úgy néz ki, hogy ez megéri. Villa is megéri.
Srácok, mostantól a villából fogom meggazdagodni. Maradjunk együtt. Majd kapok érte egyet. Ja, valószínűleg igen. Tudnál mesélni a balesetről? A laborban voltam, a szonda frekvencia kalibrálásán dolgoztam. Épp a vezérlőből sétáltam ki, amikor megtörtént. Hallottam, hogy a tartályok megrepettek, és megszólal a riasztó. Csak egy másodpercen volt reagálni. Visszaugrottam a vezérlőteremben. Az ajtók bezárultak. Biztonságban voltam. A gáztól, a tűztől, mindentől. De csapdába estem. Nem tehettem semmit, hogy megállítsam. Ha másik irányba mentem volna, talán eljutottam volna a szellőztető vezérlőig. Megöltem volna a rendszert, még ha engem is megölt volna. Honnan jönnek ezek a lények? Ők egy őshonos faj. Volt egy elektromos impulzus mezőnk, hogy távol tartsuk. A tűz elpusztította a generátort és megrongált az alapokat. Mi lesz, ha lekapcsolom a szondát? Talán megállítja. Bármi is történik veled. Ez egy észszerű elmélet, azt hiszem. Mert ugye most két valóság között ugrálunk. Szavaztok, szavaztok, srácok. Igen, gyűjtjük a villákat. Buszjegyre kellenek. Ezt nézd, órába fog telni, mire ezt kiürítjük. Feltéve, ha az épület többi része nem dől ránk. És most mi lesz? Ez zsák utcának tűnik. Honnan tudjam? Te vagy az, aki folyton be és kikapcsolódik a létezésből. Csak ki akarok jutni. Menj, csináld, amit akarsz. Megnézem, hogy tudok-e utat törni az ajtóhoz. Oké. Basszus, pedig ott micsoda loot volt. Szintetikus pulyka. Oho. Ez az, amit láttunk, csak nem tudjuk kinyitni, mert nincsen digipikünk. Mindjárt beszélünk Ethanossal. Mi? Ó, te vagy az. Felfogta, hogy épp most ugrott be a bezárt irodámba? Ennyit a biztonsági protokolljaimról. Próbálok eljutni a gyártólaborban. A folyosó végén, az átrium melletti lépcső menjem. Kell még valami? Vannak skorpiók ezen a bolygón? Igen, a kataxi. Csúnya lények. Az eredeti kutatócsapat belefutott. Szívesen elolvashatod a régi naplókat, ha akarod. Tessék, nyitom a terminált. Azt mondja, nyomok egy mentést. Szükségem van valamire, amivel megküzdhetek a kataxival a másik univerzumban. Van egy kísérleti ízém, amit az egyik mérnök állított össze, de... Add ide most! Nyugalom, csak beszélgetünk, igaz? Tudom... Örülök, hogy kezdett felfogni, hogy akár át is adod. Tudom, hogy szívesen segítene. Ott is van. Sikerült a meggyőzés. Megmondom őszintén, még sose teszteltük, de a magáé. Ritka sárgán. 30% sebzés idegen lények ellen.
Szóval azt néztem amúgy, srácok, hogy ez a meggyőzéses rendszer így ennyi idő után, ez nekem nagyon gagyesz. Kísérleti izé. Hát ez egy kísérleti izé volt. Mit tudsz mondani a kutatási szintről? Nagyobb, mint gondolnád. Van egy részecske gyorsítónk, egy egész laboratóriumi komplexumunk, a nagy energiás kutató laboratórium. Igazi csúcs technológia. Nem tudom megmondani, hogy a tizede mit csinál. Az igazgató azt mondta, hogy a kutatási szint le van zárva. Így van. A baleset óta így van. Nem tudunk csatlakozni a vezérlőrendszerhez, hogy felülbíráljuk. Az egész biztonsági rendszer egy hajszálon múlik. Ha a kamerák észrevesznek valakit, aki nincs a személyzeti adatbázisban, riasztást adnak és elszabadul a pokol. Szóval kaptunk egy shotit. Az a hetes kísérlet. Az értéke 24 000. Aha. Coachman. A coachman a shotting. Aha. És akkor... Hát a coachmannél ez sokkal erősebb. Sokkal nagyobb a tár. Kevesebb lőszer lehet. Lassabban tüzel. És pontosabb, meg nehezebb. És 8 kiegészítőből 6 van rajta. Jó. Engem az a helyzet, hogy megvett. Ez lenne az. És meg lehet nézni azt, hogy milyen cuccok vannak rajta. Hát nem pont így gondoltam. Ja, ott van. Lézeres célzókészülék, reflex célkereszt, taktikáztok, flecset lövedék, hajlító és teljesen automatikus. Automata shoti. Ezek a hangok nagyon undi. Épp akartam kérdezni, hogy szerintetek hogy is vesszük elő a... Hogy is vesszük elő a szkenner, de megvan. Szevasztok, szevasztok. Hát most már nálunk se havazik. De eddig havazott. Ezeket, ha kitanulod, a fegyvermódosításokat fúra, te is bármire rárakhatod. Ja, az a modolás, az amúgy menő, csak a workshoppal még nem nagyon foglalkoztam, ahogy amúgy az outposttal sem. Azt a rohadt. Hát az a helyzet, hogy van dammunk rendesen. Itt is megy a fűtés, 80 fokos a videókártya, ha az számít. És itt ontja ki a lábamra a meleget. Jean-Claude, igen. Alfa gyalogosság. Távolsági sebzés és fegyverpontosság növelés. Hú, ez nagyon menő, ez ilyen nagyon értékes cuccok. Telepes felfedező ruházat, 150-es VM, hát az akkor itt marad. Elég komoly fegyókat tudsz csinálni? Ja, ez a modolás, ez biztos, hogy nagyon, nagyon zsír. Gondoltam. Rögtön. Szórakoznak. Nálunk már 5 centi hó van, de a hegyet lezárták, ott 60 centi esett, és még esik is. Uf.
sziasztok, sziasztok barátok. Hello. Tudós. Azt mondjad, van-e itt valamiért sör? Jöhet a sör. Volt valami, a habszivacs pohár az nagyokat megy, srácok. Hallod, most szórakozol velem? Hát kellett nekem visszajönni, igaz? Ez valójában az én hibám. Jó, megyünk akkor felfelé. Na, Mária, Mizu. Mi az? Eltévedtél a folyosón? Igen. Rendben. Itt a szonda vezérlő egység. Legtöbb vezérlő nem reagál. Én most nagyon óvatosan beállítom a beállításokat, amiket tudok. Nem lehet tudni, mi fog történni. Figyeljen és készüljön fel mindenre. Azzal kezdem, hogy beállítom az elektron sugár több energiaellátását. 93 teravolton vagyunk. Calibrating to 95, 97, 100. Let's try the other way. 91, 89. What the? Ott van valami. Okay. Úgy tűnik, hogy biztonságosan megközelíthető, de mi a fenem? Ez egy mikrotorzítás. A fluxus mintázat megegyezik a laboratóriumi torzítással. Ez a beállítás valahogy csak feltárja. Lépjen be a torzításba, kérem. Biztonságos? Nem tudom. Ez az, amin keresztül mentem? Lehetséges, ezt akarom tesztelni. Ez az, ami történik. Mit jelent ez? Hány ilyen torzulás van? Mennyi ilyen torzítás van, és mi még csak észre se vettük? Maga az első. Nézze, bármi is történik, engem nem érint. Ha le akarod fújni ezt az egészet, rendben. Különben lép be a mezőben. Tarusz CDI, vagy CD. Szevasztok, srácok. Van egy kis változás a mintázatban. Valamiféle rezonancia. Maradjon ott, hadd kapcsoljon vissza egy pillanatra. Mária átküldött minket. Gyorsan keresünk lótot. Ott van, szonda vezérlő egység. Oda nézzetek. Mi történt? Jól vagy? Működött. Az alacsonyabb beállítás a torzulások megnyilását okozza, magasabb pedig a váltást. Tartsd alacsonyabb fokozaton, amíg nem akarsz váltani, és akkor elkerülheted a további baleseteket. A másik univerzumban már van vezérlőegységünk. Akarsz még valamit tesztelni? Még mindig nem értjük, hogy mivel állunk szemben. Ha találtunk valamit, ami működik, ne erőltessük a szerencsénket. Talán gyakorolhatnád a váltást, csak hogy megbizonyosodj róla, hogy megbízhatóan működik. Közelebb a torzuláshoz a körülmények kevésbé stabilak lehetnek. Jó. Mondd meg, mit kell tennem. Ha akarsz jutni a kutatási szintre, akkor el kell jutnod a nagy energiás kutatólaborba.
Kapcsolt ki az energiabiztosítókat, majd húz ki a vészleállítót, hogy leállítsa a szondát. Mielőtt elmész, az igazgató beszélni akar veled. Ott is át lehetne menni például. Üdvéd mindenkinek, srácok. Akkor minden kész? Ha a szükséged van ellátása, megkérem Dr. Barkovát, hogy gondoskodjon rólad. Ez a legkevesebb, amit tehetek azok után, amin keresztül mentél. De még van egy dolog, amit meg kell beszéljünk. Ha ez a kísérlet az oka a váltásnak, ha leállítod a váltást, megszűnik. Mi történik akkor veled és velünk? Mondd meg te. Nishina egy zárt rendszer, két lehetséges állapot feszültségben tartva. Ha leállítod a kísérletet, a feszültség feloldódik. Te vagy a külső megfigyelő ebben a rendszerben. Bármelyik valóságban is vagy, abban a pillanatban az lesz az, ami a valósággá válik, legalábbis a számodra, és a világegyetemet számára. A kérdés az, melyiket választod? Én amúgy ezt választanám, hogyha muszáj választani. Ha egyáltalán ugye muszáj választani. Feltehetek néhány kérdést? Itt van. Nincs más lehetőség? Ő nem lát mást. Mi van a Nishinán kívüli dolgokkal? Semmi se fog változni, semmi se változhat. Ha az univerzum más lenne, mint ami, akkor nem lennél itt, hogy meghozz ezt a döntést. Amit te választasz, az lesz, ami történt a te univerzumodban. Az univerzumban, ami ideig jutatott téged. Mit gondolsz, mit kell tennem? Ha az én és a Rafael élet között kellene választanom, arra kérnének, hogy mentsd meg őt. A Rafael meg valószínűleg őt mentem meg. Mint az állomás igazgatója felelős vagyok a személyzetem életéért. 30 emberért. Emberek, akiknek családjuk, karrierjük, jövőjük van. Ebben az univerzumban. Mi lesz a másik univerzummal? Nem vagyok benne biztos, hogy lehet tudni. Lehet, hogy megszűnik létezni. Ez volt az egyik lehetséges univerzum, de nem az, ami ténylegesen megtörtént. Mi vagy Rafael, valóban meghaltunk hónapokkal ezelőtt. Vagy lehet, hogy valóságos marad, csak nem a te univerzumodban. Vagy valamilyen kvantum értelemben. Talán mindkét választást megteszed, és mindkét eredmény megvalósul. Üdv a kvantum mechanikában. Nem tudom. Nem kell most döntened, de amikor eljön az idő, kérlek, tartsd őket szem előtt. Szia, Leader D, szia, Sian. Mivel a hálózat nem működik, nem tudjuk kikapcsolni a kutatási szint biztonsági rendszerét. Ethan, unlock the elevator lobby, please. Ma'am, research level is still locked down. I'm aware of that. All right. Done. Good luck, dear. It's been a fascinating day. Szerezzétek meg az ellátmányt. Várjatok. Oké, ez az, ami kell nekünk. Szóval most egy szinten lejjebb kell menjünk. Tatjana Barakova, az állomás orvosa. Ez nem egy nyilvános egészségügyi intézmény, de az igazgató utasított, hogy ennek ellenére segítsek önöknek. Mármint, hogy neked. Adott nekünk pár ilyen orvosi cuccot. Várjál.
Na, adni lehet neki egy naplót. Azt hiszem, ezt látnia kell. A naplóm? Járt a kabinomba? Mit gondol ki maga? Lehet, hogy az igazgató magára bízta az állomás vezetését, de én... Várjon. Várjatok, ez meg mi? Ez a bejegyzés, az enyém, de... Ezt nem én írtam. És a perzselésnyomok... Istenem. Azt mondja, nem bánnám, ha bocsánatot kéne, doktor úr, ugye? Doktor úr. Most már hiszel nekem, mármint, hogy gondoltam, talán szeretnéd megkapni. Igen, köszönöm. Tudok még adni néhány készletet, és adok egy kis kedvezményt minden más, amire szükséged van. Mi a bajod? Segítségre van szükségem, Doki. You won't even need a bandage for that. Ez még ötszerre se lesz szükséged. Gyógyítsd meg a sebeimet 400-ért. Ja, akkor nem kell. All right. 400-ért nem kell meggyógyítanod. Az nagyon drága. Na, szóval a lift. Hey. Te... Welcome to Nishina. Ja, értem. Yes. Don't touch the. Okay. Hello. Pont kitakarom amúgy a küldiket. Itt meg a HP-mat, de hát ez úgyse érdekes. Mindig pont annyi HP-m van, amennyi kell, srácok. Ezt el kell nekem, higgyétek. Nincsen digipikünk, hát ez hihetetlen. Ez hihetetlen. Ó, na, ennyi. Már van is. Jó kis digipikelés. Ja, az a kettő kell oda. Ez pedig jön ide. Így. Hát, nem mondom azt, hogy ebbe felt loot volt, de legalább nyitottunk egy zárt. Kifelé nyitottunk egy zárt. Na, erre amúgy kíváncsi vagyok. Átmegyünk. Várjatok csak, ez itt micsoda? Ha. Gyanús. Ez gyanús. Biztonsági zárat aktív. Emergency override controls are available on designated security terminals. Felül kell bírálni a lezárást a létesítmény szekcióban. Oh, itt is itt van a digitik. Szerintetek ebbe is tej van? Mit gondoltok? Hát ebben nem tej van. Azt hittem, srácok, ebbe is tej lesz. És itt ez működni fog vajon? Nem, ez itt sem működik.
Egy kis ólom van itt. Sárga pingpongütő. Az kell, srácok. Biztonsági sisa. Kreditek. Hát az, az nem kell. Van itt citrom. Azt hittem, hogy jobban tölti a... Mondjuk le... nem olvastam, hogy mit tölt. Koktélszűrő, koktélkeverő, koktélkeverő szűrő. Ziegler. Na, tessék. Hasznos repülőruha, karácsonyi ének. Charles Dickens. Ilyenek vannak itt ebbe a Starfieldbe. Bőrkrém palack. Hát, gyere. Na nézzük. Mester, nincs digipikünk, úgyhogy... Csalunk. Ja, értem már, hogy miért kellett csalni. Aha. Kérlek, ne támadjatok meg. Én csak itt így sétálgatok. Szevasz, víziló. Szív plusz. Skual. Aha, itt is át lehet menni. Machine a részecske labor kulcskártya. Ha meg ott is át lehet menni. Hát jöjjön át. Már értem, hogy kik támadnak rám. Nyomunk egy szévet. Ja, hogy már az is lő. Értem. Kell az XP amúgy is. És akkor most már ez is ugye nyílik. Tablet, az nagyokat megy. Azt nézzétek. Ó. Oh. Hát ne kattogjon itt. Aha. Szintetikus pulyka. Egy kulcskártya. Ó, nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon kellenek ezek a digipikek nekünk.
Mondjuk lehet, hogy DigiPik akkor van a másik oldalon is. Nem, itt nincsen sajnos. Ja, és ott nem lehet tovább menni, aha. Oké, egy újabb mentés. Üdvözlet, üdvözlet, skacok. És akkor itt vissza lehet jönni. Ja, csak itt nem lehet majd tovább menni. Jó, és akkor gondolom ott sem. Meg gondolom akkor itt sem. Jó, akkor viszont itt kell. Itt kell tovább menni. Jó, ez hang. Ó, és akkor itt is vissza lehet menni. Finomított Grendel. Érték 4200 jöhet. És ez a fegyvertartó állványról esett le. Mélységi felderítő ruha jöhet. Mérgező gázakna. Aha. Tablet, természetesen az jöhet. És akkor itt vissza lehet menni. Aha, ez meg... DigiPig bekerül. Na nézzük, mivel lehetne ezt jól kinyitni. Aha. Tehát az, és ez megoldja a szitut. Nem, srácok, nem volt jó. Ott úgy néz ki, hogy nem vettem észre valamit. Hát ez most csalás lesz, srácok. A DigiPik fontos és értékes. És kevés van belőle. Na hát ugye ez biztos, hogy nem jó oda, tehát akkor elhasználjuk. Na ez például így sehova nem jó. Na nézzük. Ez elvileg jó oda, viszont nem fogjuk tudni felhasználni. Aha, tehát kell egy ilyen, és kell az. Ott is van. Hát, nem mondom azt, hogy megérte. Mert egyáltalán nem érte meg. Rég voltak már ilyen bogarak. Most már valószínűleg jönnek bogarak.
Oké. Oho, oho. Digitik és szép. Én most kipróbáltam egy másik hajót, a Narvál. Nagyobb, jóval a pajzs szerényebb a tűzerő, de a átalakítással elég durva tud az is lenni. Na, majd, majd megkukkantjuk. Majd megkukkantjuk. Jó kis Narvál. Tehát, ha ezt én ide rakom, az nem jó. Ha ide rakom, az se jó. Ha oda rakom, aha, úgy jó lehet, és akkor már csak oda kell kettő. Szóval azt néztük, hogy ez, és az megoldás lehet belül. Jó. Ez és az. Nem jó, mégse jó srácok, variálnunk kell. Aha. Reaktív mérőeszköz és kredit. Na nyomjuk meg. Felülbírálja a lezárást a létesítmény szekcióba, ugye ez ugye nem működik, mert hogy ezt a másik világba kell meglépni. Hopp, az egy tablet. Nagyon jó. Hihetetlen srácok. Érték 5700. Disztruktor. Szóval oldjuk meg belül először a problémát. Mondjuk, az ott nem jó. Aha. Jó. A belső probléma meg van oldva. Pedig így kéne. Nagyon jó. Aha, aha. Jó. Kommunikációs relé. Szerintem itt nincs semmi. Oké. Távoli torony vezérlés. Távoli robot vezérlés. Hát ugye. Ezek mind kap. Hopp, ott azt még hatástalanítani lehet. Létesítmény károsodást észleltek, több rendszerhibát észleltek, és robbanás történt a High Energy Research Labben. Vub, vub, vub. Ó, és akkor így nyílik ki az ajtó.
Ez a részecske gyorsító? A biztonsági zárlat aktív. A vészhelyzeti felülbírálati vezérlők a kijelölt biztonsági terminálokon állnak rendelkezésre. Ez itt most nagyon sok loot, nem? Ó, te jó ég. Ő lát. Gyere, gyere. Jó, mehet egy mentés. Na, az mondjuk ott érték volt. És akkor érdemes arra felmenni, aha. Ja, és itt lehetne ugrálni. Na szóval, ez csak belülre jó. És ahogy látom, oda lesz jó. Jó. Aha, jó. Visszamegyünk. Látok csak. Nincs digipikünk, hát ez szomorú. Oké. Okay. Jaj, nem szabad futni. Asztra! Továbbra sincs digipik.
És az a gond, hogy nincs társunk sem. Szóval most muszáj megnézni az összes cuccot, és sorba rendezni érték súly szerint. Súly 2, na hát ezt például kidobjuk. Kidobjuk az aminósavakat is. Jól van. Fosztok! Szevasztok, van egy jó, szevasztok, srácok. Aha, szóval, hogy ott nem lehet bemenni. Ezt jó tudni. Várj egy kicsit. Még árazok, várjál. Kösz. Emerganciás a szituáció. Ott lent is vannak. Segéd, szekrény, kulcskártya. Na, abban mi látva? Ja, hát igen, nincs kulcsunk. Az erőforrások nem érnek túl sokat, csak akkor érdemes gyűjteni, ha már modoz, szóval az akkor nyugodtan eldobhatod a túlsúlyba, vagy. Aha. Ó. Ó. Érték 6756. Az is 6756. Hó. Basszus, nincsen digipikünk. Nagyon jó. Látjátok, csak mondani kellett. Na, a kérdés... Ja. Igazából már nem is kérdés. Az ide kell, az oda kell, az oda kell, az oda. Hát ez nagyon jó. Legalább 5 XP. Biztos, hogy megéri visszajönni ide. Biztos. Hát én itt valamit elrejtettem volna, valami szaftos lootot. A Bethesda helyében. Hát legalább egy digipiket elrejtettek, ugye? Na az, na ez most itt nagyon sokat fog érni. Stop mindet. Hopp. Ez itt fat loot, ugye?
gyors, még egy mentés. Azt nem tudom a srácok, hogy kell-e még nekünk az, hogy... Ja, ez már maxon van. Növeli ugye a teherbírást sokkal. Azt mondod, hogy erőforrások nem nagyon kellenek. Jó, akkor innen kidobjuk a... ezeket. Az értéktelen cuccokat. Tessék. Szevasz, Miki. Szevasztok, srácok. Most azt akarja a játék, hogy... De itt nem fogok tudni tovább menni, be van zárva. Nézzük csak meg még egyszer. Felmegyek itt. Emerganciás. Ja, lehet, hogy most már fölvettem valamit, amivel tovább tudok menni. Hát ez nehéz. Nem biztos, hogy jó döntés. De azért elpakoljuk. Oké, itt vissza lehet jönni, és vissza is kell jönnünk. Ívhegesztő. Aha. Nézzük a lótat ismét csak. Észre se vettem, hogy ott egy torony van. Ó, basszus, és felkeltett néhány barátost. Searching, azt mondja, searching. Szevasztok, srácok, hali. Nem talált ellenséget.
Tehát felülírni a lezárást a gyorsító szekcióba most ezt kell csináljuk. És innen most vissza kell mennem. A szintlépés azt hiszem megmentett. Catastrophic damage. És még egy achievementet is kaptunk. Catastrophic damage. Ezt nem hiszem el sem. És még kint is? Szóval azt akart, ezek szerint akkor itt nem voltunk, mert akkor észrevettem volna, hogy itt van enemy. Persze. Hát persze. Már azt hiszem, kezdem átlátni ezt a részt. És akkor itt most vissza. Na, most már mehetünk a laborba. Vub, vub, vub. Ide menj, oda menj, amoda menj. Na. Gyors egy mentés. Meg nyomunk egy kis healt. Kár, hogy nincsen digipikünk. A tablet. Tabletás. Azt a tejet, azt megisszuk. Megesszük. Sonka, te eljöhet. Azt mondja, a söröknek a rétese itt van. Jöhet. És ugrunk, srácok, másik univerzumba. Oké, arra kell majd menjünk. Hát meglepett volna, hogyha ezt ki tudjuk nyitni.
serdülő kataxi királynő. Ez éretlen volt. Adjad a mirigyed. Te is. A szemem az iránytűn, srácok. Nem lehet csak úgy, nem lehet csak úgy meglepni. Szevasztok, srácok. Öt-negyven? Hát amúgy. Adjad! Na, ez finomított szol is, az sokat ér. Szóval, hogy menj a laborba. És ott át lehet menni, és itt mi van? Hát semmi. Viszont le vagyunk terhelve, úgyhogy egy pillanat, srácok. Az erőforrásból 90 van nálunk, az sok. Úgyhogy... dobálunk most ki egy keveset. Jó. Gyorsan el is mentjük. De ennek, hogy ide visszajöttünk, ennek nem volt értelme, mert hogy mi nekünk oda kéne fölmenni. Aha. Valószínűleg amúgy ennyi volt az értelme, hogy ezt itt észre tudom venni. De zsír. CQBX, egy jó kis CQBX, a híres. Oda nézzetek. Iszunk egy kicsit, jelen ezt csak inkább felvesszük. Jó, és akkor itt vissza is lehetne menni, de nem akarunk. Gyors mentés. Azta, kalibrált regulátor 12.000-es véperemmel. Ez komoly luft, srácok.
Ó, jó kis digipik. Lőszertartótok, hát azt nem ítjuk ki. Meg pulz. Sorry, de nem tudom csak így itt hagyni a menő dolgokat. Ó, digipik. Yes, mert hogy nyilván ezen a területen gyorsabban is át lehetne menni. De hát ez nem úgy megy. Ez nem úgy megy egyszerűen, hogy itt csak átszaladunk. Szevas, ilyen köszi, hogy itt voltál. Ezt ismét ki lehetne nyitni, de nem nyitjuk ki. Ja, ott nem lehet tovább menni. Valaki most piros lett. Orvosi készlet. Ilyen-olyan. Jó kis cucc. Az ott micsoda? Zero G card. Valami akármi. Zero G akármi volt. Controls are available on designated security terminals. Üdvözlöm mindenkinek, srácok. Hali-hali. Ah, és akkor ez itt most le van zárva. Cryo akna. Ezek most nem nyitható ki. Aha, van itt tablettás. Van itt tablettás is. Jegyzettömb. Jó. Raktár részleget is kinyitjuk. Vub, elfött. Gondoltam. Ez itt most nagyon sok enemy.
Várjátok, hol van az a fegyver itt? Egy 36-os torony volt, értem. Francos kamera, és itt most át kell menjünk. A Shotty elő. Mizu és Kizu. Azt mondja, kapcsolt ki az energia biztosítékot, vagy válts univerzumot. A döntés a miénk. Beleszpónoltam az enemibe. És úgy mérgezett meg, hogy beleszpónoltam az enemibe. Szerintetek AMD Ryzen 5 Nvidia GTX 1630-al és 32 GB RAM-mal érdemes neki állni Starfield-ezni? Ez egy jó kérdés, én nem tudom. Biztos vannak amúgy így teszták. Valami hasonló setup-val. Szerintem. És szerintem most már csak kamerák vannak. Nyomunk egy átkötött.
még mindig vannak? Csinálunk egy nagy mentést. Kíváncsi vagyok, hogyha ezt a szondát leállítom, akkor mi történik? Ez a bal srácok. Nagyon erős. Így van, ezt a valóságot választjuk. Te is így döntöttél? Hát most itt... Itt igazából az... Az volt a szem, tehát hogy volt a másik világon egy olyan kutatóállomás, ami így megsemmisült, tele volt rovarokkal, tehát a nagy része megsemmisült, és volt egy ember. Itt volt egy csomó ember, egy működő, majdnem, hogy teljesen működő kutatóállomással, azért döntöttem így. Ez volt a szempont. Logikusról számomra is, mert még meg akartam csinálni minden mást is az első rendben én is. Aha. Hát szomorú. De ez van, srácok. Nem tudom mennyire spoiler, de én a harmadik opciót választom. Na, milyen harmadik opció van? Meg lehet menteni mindenkit? Vagy meg lehet menteni, mármint hogy senki, van az, amikor senkit se lehet megmenteni? Van a fenti irányító teremben egy számítógép mindkét oldalon. És az, amit lehet csinálni? Azt hiszem, kifagyott a játék. Nem fagyott ki, hanem nincs FPS-ünk. Ez érdekes volt. Van egy kisebb puzzle, amit meg kell csinálni. És akkor mindenki megmentető. De durva. Ó, szóval hogy ez az az ajtó, ami oda vezetett. Hát itt vagy. Üdvözöllek újra itthon. Ethan, hogy állunk?
A kutatási szint újra online. Határozottan van némi kár, de lehetne sokkal rosszabb is. Le kell cserélnünk néhány robotot. Yes, well, that's a small price to pay, all things considered. Ez nagyon sok, amit el kell fogadnod. Erekék, több univerzum. Nézd a jó oldalát, kedvesem. Képzeld el, milyen új újságokat fogsz kiadni. Ha valaki egyáltalán hisz nekünk. Miért döntöttél úgy, hogy itt maradsz velünk? Nem mondtál csütörtöket, Neutron, szevasz. Van valami, amit felajánlhat nekem? Nem volt. Azt mondja... A másik univerzumban mindannyian halottak voltatok? Ez volt a jó megoldás. Talán így van. Akkor is nehéz döntés lehetett. A következő ellátóhajónk hamarosan megérkezik. Készen állok egy teljes jelentéssel. Egyelőre szeretném kifejezni a hálánkat és azt a kártérítést, amit fel tudok ajánlani mindazért, amint keresztül kellett mennie. Ez valami... Ja, ez egy sisak. Megcsináltuk az Unearthed és az Entangled küldit. Kinyilatkoztatás. Ez fog most következni, srácok. Azt mondja, hogy új tételek. Igen, itt egy csomó jó cucc jött. Ez az, amit kaptunk. Űrruhát. Aha. Ja, menő cucc. És menj a masada 3-ra. Mindjárt megyünk, srácok, csak előtte, nem ez, hanem nem is ez, hanem Wolf. A Wolf kell nekem, oda akarok elmenni. És akkor meg tudom mutatni nektek azt, hogy milyen a hajó. Ó, értem. Hát akkor igazából így mutatom meg nektek, hogy milyen a hajó. Milyen messze van az? 500? Nem vészes. Mondjuk még mindig tudunk kidobálni. Erőforrások. Tessék. Valamit azért javítottak már a teljesítményen. Hát én miért nem érzek. Itt a hajóm. Ez lenne a hajó. Hatalmas. Én nem szeretem a DLSS-t. De nem is próbáltam. Szóval lehet, hogy amúgy jó a DLSS. Eddig viszonylag kevés játék volt az, ahol a DLSS-t jól használták. És nem lett tőle ocsmány a játékom. Szóval egy ilyen a hajó.
már akkor még hagyom, mert a 60 FPS nekem kevés. Kevés a 60 FPS. Nem én mennyi FPS-t akarsz egy Starfieldben. Nem bírja a szemed a 60 FPS-t. Na hát ilyet még nem is hallottam. Nem a 30 FPS-re gondolsz? Nem bírja a 60-at. Durva. Na, azt mondja a srácok. Ez egy 40-es terület volt. Húha, hát akkor mi korán jöttünk ide. Te már tudod, Neutron Star, hogy mitől leszel rosszul. Én még nem jöttem rá, hogy bizonyos játékoknál. Mitől vagyok rosszul. Egy olyan kérdésem lenne, hogy hogy is kell elvel? Aha, elvel kell váltogatni. Szóval én nem tudom, mitől vagyok rosszul némely játéknál. Legutóbb a Lies of P volt rossz. De nem tudtam rájönni, hogy mitől. Ez halál lehet. Dokkoló. Ez kell nekünk. Have something you might be interested in. If they're good to see you. Így van. We have what you need. Rédelünk. Na és itt ugye jelzi a színekkel srácok, a mod, hogy ez ugye a kereskedője, tehát zöld, és hogyha nyomok egy olyat, hogy Q, akkor meg sárga lesz, mert így most eladom a cuccokat. Na nézzük. Nézzük, hogyan tudunk Big Money-t csinálni. Na hát ez nagyon jó volt, ugye azt írta, hogy 100-as, a V-perem, és itt vannak a kártyák, egyért. Mi? Nincs kreditje, srácok. Na jó. Kéne egy olyan mod, hogy instant alvás, meg ilyenek.
Srácok, mi ez a feszültség itt? Kérem szépen a cseten. Nem szabad feszültenek lenni. Ne inzultáljátok egymást. Remélhetőleg egy, ha olyan helyre mész eladni, ahol kevesebb, mint 24 óra egy nap, akkor hamarabb meg vagy. Ja. Itt most lehet, hogy két napot is kell várni. Most már jó. Na, azt mondja, hogy érték. Módosított megpulz. Nem kell. Nekem mióta 1 millisekes monitorom van, zavara olyan elékelőjek, ami nem 1 millisekes. Hát figyelj, ez olyan nagy izé. Ha már egy magasabb képfrissítésű monitort szoksz meg, és visszamegsz mondjuk egy 60-hoz, akkor az nagyon fura lesz, az biztos. Azt szerintem megtartjuk. Azt nem. Mi? Srácok, már el is fogyott a pénze. Ó, itt van Sara. Észre se vettem amúgy. Ja, amúgy ez nem hülyeség, amit mondasz, Yashin. Úgyhogy most várunk. Szerintetek, hogyha nyomok egy start gombot, akkor is telik az idő? Nem? De van erre megoldás. Addig közben a másik monitoron. Megnézzük, hogy van-e ilyen mód esetleg. Nem tudni, ahogy meddig van halasztva. Az új szezon. Siege-ben. De egy héttel már hosszabbították a test szervert. Aha, halasztva lett az új szezon. Nekem nem tudom, mikor alakult ki ez a rosszulét, vagy mitől. Azt tudom, hogy egy Battlefield 3-as, vagy 4-es coop missionnél jött elő. Ó, és közben a megemlékezés miatt amúgy is kellett váratni az időt. Was there something you needed? You won't find a better offer on the station. Aha, motion sickness volt a téma, ja. Azt mondja, hogy érték. Módosított sírkő. Azt is amúgy meg akarom nézni, hogy milyen. Ez is amúgy menőnek tűnik. Ezt ugye használjuk. Szerintem ezt a dühöngő város is azt ezt nem tartjuk meg. Ja, és megint elfogyott a pénzem.
Hopp, srácok, hopp. Várjatok. Most kell állni. Most kell állni, mert fejlődött. Ez. 20%-kal olcsóbban vásárolhatsz, és 25%-kal drágábban adhatsz el. Nekem már minden monitorral volt ez a motion sickness. Szerintem egy ilyen tizenpár éve van. Megölni 20 ellenséget ballisztikus fegyverrel. Adri. Mindjárt mutatom, srácok. Konkrétan zaklat a macska. Na. Na. Most látszódik kalács, srácok. Zaklat. Nem hagy békén. Jaj, kalács. Igen, pulcsiba vagyok, mert kicsit hideg van így, hogy még havazik is. Úgyhogy igen, most azért vagyok pulcsiba. Pulcsiba, és úgy, hogy közben fújja rám a videokártya 80 plusz fokot. Öt éves múlt, kalács. Hoppá. Aha, valószínűleg ilyet kéne. Majd abba kéne segítenetek, srácok, hogy milyen fegyverrendszere van a hajómnak. Ezt majd mindjárt megnézzük, és akkor úgy fejlesztjük a teket hozzá. Starfieldnél konkrétan mindent maxra teszek, akkor 60 plusz FPS, és bányok tőle, hogy játszom, ha mindent leveszek lóra, akkor 200 és semmi bajom. Nem tudom. Én nem vágom, én még nem jöttem rá erre. Szóval kidokkolunk, és akkor itt elvileg így látszódni fog, hogy mi az, ami van nekünk. Ja nem. Azt hittem, hogy látszódni fog, de akkor nem látszódik. Akkor viszont így látszódik? Honnan tudom, hogy ezek, amik vannak, ezek mik? Van egy alfa sugár, van egy rakétavető, és van egy railgun torony.
mi az, amit fejlesztenem kéne ahhoz, hogy ezek a fegyverzetek, ezek így erősebbek legyenek. Újat kéne venni rá. Ja, ez az automata, aha. Ja, valami DLSS-t mondtak a skacok. Van egy skill, ami az automata fegyvereket tolja. És ezek milyenek? A másik kettő. Ja, ez rakéta... Nem, hát amúgy nem tudom. Az valami rakéta torony volt, vagy mi? Railgun torony, rakétavető és alfa sugár. Na várjatok. Gondolom, energia fegyver a sugár. Jól sejtem? Nem, az a részecske sugár. Hallod, Kalács? Ne tegyed oda a mancsod, ne csapkodjál. Hihetetlen. Részecske kell nekünk, aha. És automatizált fegyverrendszerek, aha. Na, az kell majd még. Jó, úgy lehet a mancsod. Jaj. Igen, ez kell. Ez kell. Jó. Aztán azt mondtátok, hogy ez kell. Ballisztikus hajófegyver. Jó. És akkor majd még az kell. Csak még két pontot kell költeni. Figyelek, Kalács. Figyelek. Nem teszed az asztalra a mancsod. Nem teszed oda, tilos. És csapkod, hihetetlen vagy, Kalács, ne csapkodjál. Van olyan is, hogy pajzsrendszer? Ott van. A hajót 20%, az amúgy nagyon kell, ez nagyon kell. 150 pajzs sebzés és fejlődik. 1000 sebzés, 1000 sebzés, jó. Hát, hihetetlen, Kalács. Boost ugrás harc közben. Ó, na azt majd kell csinálni. Mi a végsebesség, raktérkapacitás, feloldja a hajó célzási funkciót. A rakéta fegyverek előnyben részesülnek, mert képesek célba venni egy ellenséges hajót, de a célkövető rendszerek alapos ismerete még hatékonyabbá teheti. Jó, csinálunk ilyet is, srácok. Tessék. És akkor most már van automatizált fegyverrendszer is. Az automatizált hajó fegyverek 10%-kal több kárt okoznak, és 20%-kal csökkentik a célzási mód költségeit. Jó. Amikor közeli ellenségek sérülést szenvednek, amikor boostolsz. A közeli ellenségek sérülést szenvednek, amikor boostolsz. És esély van arra, hogy lángra kapnak. Elektromágneses fegyver. Tízszerzék a több sebzést okozol a robotoknak és a tornyoknak. Miért kell az űrben boost tolni? Hát ez ilyen Fortnite-os dolog. Jó. Esély a közeli ellenség leütésére, amikor fellendülsz. Lebegés közben az idő lelassul. Csillaghajó tervezés is kell a jó fegyverekhez? Tessék. Tessék. Csak tessék. Most mindenre is aktunk. Van egy olyanunk, hogy... Fú, srácok, van egy küldi, amihez várni kellett.
Ez az. Mérhetetlenül hiányzik. Igen, igen, a temetés az. Azaz. Hell of a city, isn't it? There's nowhere else like it in the galaxy. Azt amúgy nem néztem meg, hogy Sarainál milyen cuccok vannak. De a mod miatt... Szia, hogy bírod? Most mit csinált, Sara? Jól vagyok. Csak ne felejts el időt szakítani magadra. Rengeteg szoba van, ha lekerülnöd és egyedül kell lenned egy kicsit. Túl leszünk ezen. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy minden szétesik, de ezért kell összetartanunk. Amúgy más, aki szintén ilyen motion sicknessbe szenved Neutron, azt mondta, hogy Dedalon például tud segíteni. Nem kell mindenkiért erősnek lenned, Sara, te is gyászolhatsz. Mindannyiunknak a magunk módján kell túljutnunk ezen. Ne aggódj miattam. Nem lesz semmi bajom. Hopp, Sara Morgan szerette ezt. Hallod? Nem vágom az a helyzet, én ezeket a gyógyszereket, meg ilyen dolgokat nem vágom, hogy így ezek hogy vannak Neutron. Közben itt igazgatnom kell Kalácskának a mancsait, már. Mert folyamatosan ráteszi az asztalra. A csillagkép számomra nem idegen. A veszteség. A saját alapítónk elment egy expedícióra, és soha nem tért vissza. Könnyű beszélni az ismeretlenbe való betörés dicsőségéről és izgalmáról, a sötétség megvilágításáról, de nehezebb belenézni a költségek arcába, hogy az egész fejlődésünk azoknak az életére épült, akik mertek. És hogy tartozunk nekik a bátorsággal, hogy folytassuk a munkánkat, az ő emlékükre. Amúgy az hány inger csökkentő? Ja, mert ilyenkor ilyen hány ingerszerűség jön elő nekem is. Tessék. Azt mondom, hogy csak kimondom, nem csak úgy meghalt, meggyilkolták. Azt mondjuk, hogy köszönöm, hogy eljöttetek. Sam mindenkinél jobban ismerte a veszélyt, amivel szembe kellett néznünk. Ha itt lenne, azt mondaná, hogy menjünk tovább, hogy soha ne hagyjuk abba. Azt mondjuk, több volt, mint Akila tékozló fia, ő volt a legjobb közöttünk. És nem tudom, hogy fogok élni nélkül, mármint nem szabad ilyenen nevetni. Azt mondja, hogy én pedig megteszek mindent, hogy tisztelegjek az emléke előtt. Lehet csak ez még mindig az asztalom, oda nem tesszük a mancsod. Ja, de akárhányszor kellett volna, és bevettem, mentem is rögtön hányni. Hát akkor az nálad nem működik. Pont az ellenkezőjét érte el. Thank you. If anyone else wants to say something. Ennyi, amúgy. Hát van, akinek buszozáshoz is használni kell például. Oda néz, 750 XP.
Na. Menj a masada 3-ra. Most ez jön. Hát ez nagyon messze van. 75-ös szint. Azt a rohadt. Ez már endgame? Nem fedeztél fel minden rendszert, ezen az útvonalon próbálj meg egyel közelebbire ugrani. Mit írt itt amúgy? Jó, hát akkor oda megyünk. Tessék. Nagyon tetszik amúgy ez az imádó rajongó, hát milyen szövegei vannak. Mi az, hogy zárni 32%? Pillanat. Valami szintet lépett. Na de mi lépett szintet? Ez. 20%-kal nagyobb sebzés, kevesebb költség, jó. Mit akar? Ja igen, tovább akartunk menni. Amúgy ez király volt így. Mondjuk az is király volt, hogy nem egyedül voltam. Kalácska, megint eltévedtek a mancsaid. Azok a mancsok eltévedtek, Kalács. Ne ütögessél! Jó, hát akkor arrébb húzom a széket, és akkor nem tudod oda tenni a mancsodat. Ne ütögessél, Kalács! Nem egyedül jöttem, megakadályozzuk, hogy kihasználd az erekét. Te is a vadász. Te is néhány csillag szülött. Mármint, hogy csak essünk túl rajta. Várjátok, valami történt. Jó, közben szintet lépett a ballisztikus is. Meg azt hiszem még szintet lépett más is. Igen, a pajzs is például. 40%-kal megnövelődik a pajzs kapacitása, azt a rohadt. Jó. Hm.
nem rossz. A kiválasztott elveszít még néhány barátot, de szembe kell néznünk velük az eltemetett templomba. Ez most nagyon durva. Tehát, hogy ez a hajó nem volt ilyen, ameddig nem raktam ki a képességeket. És amikor megvettem a hajót és kipróbáltam, akkor azt mondtam, hogy hát ez majdnem ugyanolyan, mint az előző. Ezek a képességek, ezek számítanak. Úgy néz ki, hogy ezek számítanak. Mi van ebben az eltemetett templomban? Minden is bármi. A csillagszülöttek nagyon hatékony, nagyon találékonyak tudnak lenni, ha kell. Több lesz, mint a kiválasztott és néhány szövetséges. A kiválasztott nem lesz képes mindkettőnket megállítani. Amint a Földön leszünk, te fogod átvenni az irányítást. Alig várom, hogy többet lássak abból, amit tudsz. Jó, azt mondja, szállj le a templomnál. Nem tesszük oda, hihetetlen. Most úgy csinál, mintha nyalogatna magát, és rátette a kezét az asztalra, majd a mancsát az asztalra. Ez milyen messze van? Jó napot, uram! Megint. Menjünk, keressük meg a kiválasztottat, rendben? Biztos vagyok benne, hogy sok barátjukkal találkozunk útközben. Simaliba. Amúgy akkor... Igen, épp azt akartam mondani, Fish, hogy amúgy akkor itt a fegyvereknél is kéne. Ez milyen fegyver, amit most használok, szerintetek? Ritka lézerpuska. Ez amúgy tetszik. Ehhez... Ehhez a lézer kell. Ja, csak nincs. Nem tudjuk feloldani. Ups. Hát most csak úgy, osztottam el a képességeket. Hú, egy kis kredit. Jó, menjünk, gyere! Azért jövök erre, hát ha így skipelünk egy kis harcot. Nem vagyok benne biztos, hogy ki gondolta ki először, de az ekliptik zsoldosokat rávenni, hogy építsenek egy kis erődöt a templom tetején, elég inspiráló volt. Persze, még mindig meg kell ölnünk néhány csillagszülöttet. Rácska, hagyjál már kikén. Z-vel használom a képességet, srácok. Azt hiszem Z-vel kell. Várj meg létsz, amit tározok közt. Húsz kvantum eszenciát gyűjtöttünk.
Szóval ezek többen vannak. Több mint három. Akkor oda megyek hozzájuk barátkozni. Szia. Soti, ezt tetszik. Az igen, milyen képességet nyomtak itt. A társam nem olyannak tűnik, mint aki így sok mindent csinálna. Hát ez a fegyver, ez így. Ez így nem sok mindent csinál. Igen, gyakorlatilag simogatja az enemit. Jól van, azért sebez, de hogy így a shoti az így brutálisabb. Ám, megyünk tovább. Ó, digipik, az mondjuk pont kell. Gyanús, hogy itt ennyi mindent lehet felvenni. Testem a legmelegebb a lakásban. Adri, csinálj valamit, hogy melegebb legyen. Igen. Aha. Szóval, hogyha azt a kettőt használjuk, akkor ez úgy működőképes lehet. Jó. Jó. Nagyon jó. Nem tudom, Kalács nem nagyon szokott amúgy itt lazsálni nálam. De
De aranyos, aranyos tőle, hogy idejött. Valószínűleg a pulcsi teszi. Több mint valószínűleg a pulcsi miatt lehet. Meg most itt a Starfield az melegít rendesen. Neked a tévé mögé szokott bebújni? Nálunk mindig a izér paplan alá. Ném a radiátoron fekszik folyton, de gyakran megesik, hogy rajtam. Hát nálunk feküdhetne a radiátor. De... Nem szoktunk fűteni. A halál csak a kezdet. Ja. Ezek 12-es enemy. Ezek mit akarnak? Hoppá! Neki például még nem láttam a HP-ját. Hát az ott nem fog most menni. Várjál, már valaki mögénk jött. Mi csinálsz? Hát ezek nagyon obak. Ja, és most jönnek a csillag születnek. Srácok, ez itt most nagyon háború. Az a gond, hogy közben túl sok loot lett nálam. Ott van főnök úr. Elteleportált. Tudnám amúgy, kikkel harcoltak. Tudom, mint hogyha mindenki lőne most mindenkire. Pedig amúgy biztos, hogy nem az történik. Ez most mi? Ó. Oh. Bakker. Ekliptik bázis azonosító kártya. Találd meg az erekét. Jó, F5. Ja, nyári gumiban van még a kocsi. Hát... Végül is.
Még csak holnap után, vagy holnap? Holnap lesz? Holnaptól lesz tél, nem? Jó, itt csak így bemegyünk, megy. Szív. Amúgy most így nincs kedvem lootolni. Pedig itt aztán most biztos, hogy egy csomó olyan loot van, ami így easy loot. December holnaptól lesz a... Indulok havat lapátolni. Rohadt hegy oldal. Kitartást, és köszi szépen egyébként. Azt nézem, hogy hogy a fenébe kéne oda jutnunk. Talán ez az ajtó. Amúgy valószínűleg nem ez az ajtó lesz. És akkor kell egy ilyen ide. Aha, ez jó lesz. És akkor most megnézzük, hogy hogy kéne kinyitni ezt. Nem így. Tehát én ezt a kettőt mondtam oda. Az helyzet, hogy ezt át kell gondolni. Tehát ezt például ide lehet rakni, viszont olyan... Van automata hely. Tessék. Jó. De forró, hogy jön veled a másik csi... Ja, mert én ugye ezt választottam, te meg... Egymagad. Egymagad mentél. Ja, ezt is fel kell törni. Nem érdekel. Jó. Mondjuk a lézervágót azt nem akartam felvenni, de... Jézusom, srácok, itt mennyit lehetne lootolni. Szóval oda ki kell, hogy jussunk valahogy. Ha már itt egy szép, meg kell nézzük. Nice. Egy újabb mentés. Nézzenek oda! Egy hasadék a téridőben. A templom erekéje biztosan pulzál. Okay, you. You're up.
Ha valami baj történik, odabent érted megyünk. Wow. Ez ugye? Ezt tudjátok, hogy mi? Az ügyfél úton van. Ez konkrétan a legeleje, amikor beküldenek minket, hogy menjünk az erekéért. Hát itt vagy. Élvezted a kis kirándulásodat a multiverzumban? Lesz még néhány, ami előttünk áll. Ez volt a múltam, vagy ez egy teljesen másik univerzum? Ez egy multiverzum. Valószínűleg mindkét kérdés igaz valahol a végtelenben. De attól félsz, hogy épp most öltél meg valakit a múltadból, akkor szerintem kicsi az esélyem. Mit láttál, amikor beléptél? Mostában minden homályos számomra, bár a kedvenceim azok, amik a földi életemmel kapcsolatosak. Idősebb vagyok, mint gondolnád. Menjünk tovább. Nem mondom, kicsit megjelentem. Győzve a csillag születeket. Szadeusz. Üdv mindenkinek, srácok. Az a gond, hogy innen... nem a legkönnyebb kimenni. Kimozdulok, és így mindent is kapok. Valaki vagy alattunk, vagy fölöttünk van. Előbb-utóbb elfogynak.
Jó, na nézzük. Azt mondja, hogy B. Ez jó lesz. Kapásból. Ja jó. Azt hittem, hogy már kapásból nem is látok olyan megoldást, ami ide kell. Oké. Okay. Barát ellenség beállítások frissítése. Újra kalibrálás. Távoli robotvezérlés, barát ellenség beállítás frissítés, újra kalibrálás. Jó, és akkor most már le tudjuk győzni a csillagszülötteket. Jó. Találjátok meg az erekét. Erre nem lehet menni. És meg kell találjuk, hogy merre lehet menni. Kéne még amúgy lőszer nekünk. De jó. Antik játék motorkerékpár. Digipik. Tűzőgép. Kredit. Ezt mondjuk pont hülyeség volt felvenni. Szuper hűtött mágnes. Lép be az anomáliába. Nyomunk egy F-ötöt. Hoho. Itt is ugye voltunk. Ez ugye a kalózhajó. Ha jól rémlek. Jól rémlik. Látogatóink vannak. Üdvözöllek. Ami az enyém, az a tiéd. Nos, nem. Még mindig az enyém, de érted, mire gondolok. Azt mondjuk neki, sajnálom, hogy elloptam tőled az erekét. A tudomány miatt volt. Now how am I supposed to take a strange comment like that? Is this some kind of... Ez valami... Hogy fogadjak el egy ilyen furcsa megjegyzést? Nem érdemled meg az utolsó erekét. Ez az élet, amit éltél, nem vagy más, mint egy tolvaj. Egy opportunista. Egy hazug.
Szívesen fizettem volna az erekért, ha hagyod. Több, mint a kredit, amit az egység követelni fog tőled. Azt hiszed, jogod van a végtelenhez? Te egy senki vagy. Én? Mi a fene, srácok? Magánlakás kulcs. Ez a templom el tud jutni hozzád. Mi? Biztos. Na nézzük. Jesus, hova kell menni? Végre. Jó újra itt lenném. Na hát itt meg ugye, amikor kivégezték a csillagszülöttek. Gyerünk, bástya! Meg tudod csinálni! Alig lépett velünk a vándorútra. Nem látok még egy lelket semmibe távozni ilyen hamar. No. Az ott én vagyok. Amúgy. Kijöntöm neked a fekete tengerre, bástya. Nem fogok hazudni, ez nagyon megható volt. Miféle kegyetlenség ez? Ez valami csillagszülött trükk? Azért jött, hogy kigúnyolj, mielőtt megfogadtad a pengét? Mindig is azon gondolkodtam, hogy elintézhetném el magát egy az egyben. Valdimir, figyelj rám, az erekék egy multiverzumra utalnak, egy helyre, amit az egységnek hívnak. Több univerzum? Te egy látogató vagy, aki átugrott a tér és idő kapuján. Nem érdekel, ki halt meg, még akkor se, ha én voltam az, ez semmi ahhoz képest, hogy mekkora hatalmat fedezünk fel. A végén nem éri meg Vladimir az összes erekét odaadnám, hogy visszakapjam a barátomat. Na, azt kell mondani, tudom, hogy nehéz elveszíteni a csillagkép tagjait, de túl fogjuk élni, menjetek tovább. Nem vagyok benne biztos, hogy csak egy szétroncsolt agy tükörképe vagy, de oké, értem, mire gondolsz. A szellem a másik oldalról egy darabig a fejembe fog tartani. Fejembe fogom tartani, amit mondtál. Egyelőre nem benned, ha adnál egy kicsit. Most veszettem el egy barátomat. De érdekes. Itt a végén ezek a látomások. Ez a látvány sose lesz unalmas. Az ereke vár. Itt az ideje, hogy befejezzünk egy újabb ciklust. Fú, erre nagyon kíváncsi vagyok, srácok. Hát itt aztán van minden. Itt aztán van mindent. Nyugodtan beszélgessetek, srácok. Csak nyugodtan. Ú, 4000 kredit. Azt a rohadt.
Jó, ez itt beszédes az helyzet. Ez itt beszédes. Nézzük, mi a legértéktelenebb. Nem ezt akartam, eldobni akarok, meg abból is. Kár, hogy a sotiból ennyire kifogyott először. Nekem ez az első végigjátszás, srácok. Ó. Én pont azt mondtam nektek, amikor a Game Awards-os jelöléseket néztük, hogyha valamiben jó a Starfield, azok a küldetések. Mondjuk nem feltétlen most a főszála gondolok, de a Bethesda küldik be, szerintem amúgy ott van. Hú, nekünk kell egy piros. Meg kell egy sárga. Jó. Ja, szóval itt igazából nem kiemelkedő. Igazából ami kiemelkedő volt szerintem, hát nem tudok nyilatkozni a Falloutokról, de valamelyik Elder Scrolls. De szerintem ami így a legtöbb ember beúszta, az a Skyrim. Szóval az kiemelkedő így a Bethesda játékok közül, meg biztos, hogy van egy Fallout is, ami így nagyon. De ja, itt az atmoszférának kell elkapnia. Úgy igazán. Jaja. Nyomtam a mentést. Duplikátum! Győzni a csillag születtet. Ujjjj. Ostra. Annak a duplikátumnak több HP-je van. Jézus. Féljem el. Most fogunk fegyvert cserélni. Finomított coachman. Az a helyzet, most ebből egy csomó lőszerünk van. Ott vannak egy csomóan. Valaki megint jött. Jó, kapta. Jó, ez a fegyver nem tetszik. Azt mondja, az a shoti. Na, az mi? Szegecsek. Oké. Na nézzük ezt a nehéz gyújtó szerkezet. Hát... ott valami töltődik, ez mit csinál, srácok? Mi történik, hogyha az...
ki kell próbálni. Ez nem non-lethal fegyver? Ja. Ja, akkor már értem, mi fog tartani. Akkor... mindegy. A megpulsz fegyvert, azt eladtam, az a helyzet. Na, ez a kis pisztoly. Na, ez lesz a jó. Hol a barátom? Meghalt? Nem érnek semmit a fegyvereim sem. Az a nagy helyzet, semmit nem érnek a fegyvereim. Majd ez. Ja, nincsenek felúzva egyáltalán a skillek. És hol a haverom amúgy, srácok? Tudjátok, mi az, ami még kéne nekünk? Van egy olyan, ami... Igen... Pajzs, van itt pajzs. Forró plazma. Na ez. Na ez a kis pisztoly, ez. Ez jó. De legalábbis jobbnak tűnik. Fagyasztás, az benne álltam sajna. Azt a rohadt. Vagy Guardian finom. Atya úristen. Jó. Ó, szia vadász! F-et. Az helyzet, egyetlen egy képességpontom van. Legyen a lézerfegyver erősebb. Igen, itt az nagyon kijön, hogy a fegyverekre annyira nem raktunk.
Az a jó, hogy ma annyi féle játék, hogy mindenki talál magának valót. Én ahogy öregszem, egyre tudatosabban választok, az alapján tudom, hogy nekem mi fekszik. Tudom, hogy nem az a személy vagy, akit elvesztettem azokkal az univerzumokkal ezelőtt. De a szívem ugyanúgy megszakad. Ezt nem tudom megcsinálni, nem tudom végignézni, hogy újra meghalsz, csak add át az erekét, kérlek, add át a műtárgyakat. Azt mondjuk, autó meggyőzés. És azt mondjuk, több univerzum létezik, igaz? Én megnyertem ezt, te megnyered a következőt. Ez nem tetszett neki. Akkor ki vagy te, hogy megmond? Ezt se tetszett neki. Semmi gond, srácok. Ez most olyan lesz, hogy meggyőzzük. Meggyőzzük, srácok. Még akkor is, hogyha pár visszatöltés lesz. Na, azt mondja, ki vagy te? Jó, és akkor autó meggyőzés. Kész. Ha csak egy halvány szikrája is van annak a személynek, akit ismertem, tiszteletbe fogom tartani a kívánságát. Tessék, most menj! Ott is van. Omega műtárgy hozzáadva. Műalkotás RHO hozzáadva, és Pi műtárgy hozzáadva, meg az X műtárgy is. Ott is van. Nézzenek oda, egy nagyszerű csapat. Most az egység vár. Szükségem lesz az erekéidre, hogy összerakjam a pillangót. Igen, igazad van. Tessék, ezeket kiérdemelted. Amint az összes ereké együtt van, megnyílik az út az egységhez. Akkor te és én a végtelenbe fogunk sétálni. Innentől kezdve otthon érzem magam a hajótokon. Biztos akarok lenni benne, hogy a közelben leszek a nagy pillanatban. Gamma és Epsilon meg Kappa. Meg Delta. Meg Ypsilon. Na. Hol van ez az egység? Te tényleg nem érted, ugye? Mindenhol ott van. Sehol sincs. Ha túl sokáig gondolkodsz rajta, szétrobban a fejed. Csak az a lényeg, hogy a karszalag a belépőjegyed oda. A többit hagyd meg azoknak az álszenteknek, akik azt akarják, hogy valami olyasmi legyen, ami nem az. Köszi még egyszer amúgy Partivia 47 hónapot. Bocsi, hogy így most így hanyagollak titeket, srácok. Próbálom nem elveszteni a fonalat így a végénél. Köszi zárva. Üdv mindenkinek. Ez a mi partnerségünk átvihető a következő univerzumba is? Ez az egész folyamat nem egészen így működik. Térjünk rá az egységre. Meg fogod érteni, miután néhányszor átélted. Látom még vala a barátaimat? Ez a te nézőpontodtól függ, szintén szólva. De ha ragaszolsz az ebből az univerzumból ismert emberek változataihoz, akkor egy kis búcsú beszélgetés talán nem ártana. Ó. Mi történik az egységben? Inkább nem mondanám el. Ez egy személyes tapasztalat. A legjobb, ha a saját szemeddel látod. Ha a karszalag elkészült, hogyan vezet el az egységhez, karszalag? Az armilláris csak be kell helyezni a hajódon, aztán amit a gravitációs meghajtót kap egy kis energiát, a kettő reagálni fog és ott leszel. Jó. Akkor most még egy nagy mentést nyomunk. (Kül)
Milyen csönd lett. A mú erekje. A vadász már nem követ minket. 29-esek lettünk. Majdnem, hogy két szintet léptünk. Beszélj a barátaiddal, mielőtt elmész. Most, hogy mentettem, erre a mentési pontra vissza fogok tudni jönni. Bármikor, igaz? Ugye, srácok? Igen, köszi szépen. Remélem jó fele jöttem. Úgy néz ki, nem. Nem jó fele jöttem. Do you need anything? Your clothes clean, your boots polished, your mirror shine. Befejezted az almirárist, amint feltöltöd a gravitációs hajtóműved, átugrassz a Unity-re. Vedd le az almirár... Na, hogyha már nincs... Igen, jó, oké. Okay. Imádó rajongó, ez még mindig nagyon jó. Szóval bekapcsoljuk a gravitációs hajtóművet. Azt a rohadt. Milyen rohadt jól néz ki. Ott vagyok, az ott én vagyok. Te teremtetted. Remélem élvezed a kilátást. Sosem unom meg, hogy bámuljam. Örökké valóság. Ez a vég, a túlvilág, a mennyország. Természetes, hogy az elméd oda megy. És nem egyszerű a kérdés megválaszolása. Most a tér és az idő középpontjában álltok. Állsz. A középpont a legjobb szó arra, hogy megértés nyújtson neked, de még mindig nem teljesen pontos. Az egység az, ami volt, ami van, és ami lesz. Sehol és mindenhol van jelen. Sehol és... Értem. Sehol és mindenhol is jelen van. A semmi és a minden. Bármilyen más jelentés csak rajtad múlik. Szóval ez az egység. Többre számítottam, mármint hogy maga, te vagy én, mármint hogy...
Egy gondolat merült fel. Megtapasztalhatja valaki valaha is igazán a valóságot önmagán kívül? Az egész tér és idő egy szinguláris perspektíván keresztül. Annyira vagyok te, amennyire te is része vagy a mindennek. Minden pont ide kapcsolódik, amikor egy csillag születik vagy meghal. Létezése ennek a helynek a szívébe dobog. Az egység. Láttam mindent. Mindazt, ami vagy. Voltál és lehetnél. Úgy érzed, hogy jó életet éltél? Van valami, amit megbántál? Azt tettem, amit akartam, és elvettem, amit akartam. Mármint, hogy... Várj, most meghaltam? Halottnak érzed magad? Te energia vagy, és az energiát nem lehet elpusztítani. És az elszántságod ide juttatott téged. Ahhoz, hogy csillagszülötté válj, még egy utolsó dolgot kell adnod az univerzumnak. Magadat. Az a megfoghatatlan részed, az a valami, ami egyedivé tesz téged, a végtelen között szupernovaként fog felrobbanni. Egy részetek összeolvad ennek az univerzumnak a lényegével, míg egy másik részetek örökre elhagyja azt. Érted, mire gondolok? Ez az utolsó ugrás örökre megváltoztatja ezt az univerzumot, még akkor is, ha te magad mögött hagyod. Várj, az erekék, a templomok, a karszalag, ki teremtette őket és miért? Tudatlanul, épp most válaszoltál a saját kérdéseidre. Mert ki más teremt dolgokat, mint a teremtő? Így nevezték őket az idők végtelen körforgásában. Egyek vagy sokan vannak? Ember vagy idegen? Föld vagy égi? Egy nap talán még a teremtőkkel is találkozhattok, de nem ma, amit hogy találkozhatsz. Ami pedig a miért? Hogy éppen ezt a kérdést tegyétek fel, hogy előttem állhass, időtlen idők óta, és elmélyedhess a végtelen kozmosz titokzatosságában. Ez az egész túl sok, nem értem. Ugolj arra a részre, ahol erősebb leszek. A csillagszületek azt mondták, hogy újjászülettem. Ez úgy hangzik, mint a halál. Ahogy egy csillag halála újfajta anyagot hoz létre, úgy fog lényed egy része is összeolvadni magával, az egységgel. Az a rész az, ami csillagszülötté válik, és átlép a multiverzumba. A te szemeddel olyan lesz, mintha egy álomból ébrednél fel. Besétálhattok a fénykapuján, és csillagszülöttekké váltok. Minden eltűnik, és te valahol máshol fogsz felébredni. De nem ez az egyetlen lehetséges sorsotok. Megfordulhatsz. Sétálj el az egységtől, amíg a csillagok el nem tűnnek, és a hajódon fogsz felébredni. A saját univerzumodban. Élheted azt az életet, amit eddig éltél. Örültem, hogy ismét beszélhetettem veled. Mindannyiatokkal, minden verzióval, aki most itt van az egységben. Menjetek ki a csillagok közé. Wow. Miközben azon gondolkozol, hogy a végtelenség felé lépj, felajánlok neked egy bevillantást abba, hogy mi fog történni azzal az univerzummal, amelyet elhajtatok, hogy annak eszenciája, aki vagytok, szétterül a térben és az időben. Ott nyomják. A csillagkép tagság, aki itt marad idővel, közzéteszi az erekék, tehát a csillagszülöttek és az egység felfedezéséről szóló adatait. Az űrkutatás a letelepedett rendszerekben új életre kell, ahogy az emberek reményt keresnek odakint a csillagok között.
A vadász újjá született. A célszerűség és az egyéni akarat erkölcse elterjed a hátrahagyott univerzumban. Sokan találnak majd bátorságot arra, hogy felemelkedjenek és elragadják a hatalmat azoktól, akik rendelkeznek vele. Jóban, rosszban. Ez ennyi. Van itt még valami? Ez ennyi. Azt mondtam, mutat néhány képet, ez ennyi volt. Ha egyszer újjászülettél, nincs visszaút. Ja, valószínűleg itt még lennének dolgok, hogyha egy csomó mindent csinálnék, ja. Ja. Bár ezt az univerzumot maga mögött hagyod, egy új univerzum vár magára. Vár rád. Ki leszel ebben? Milyen döntéseket fogsz majd hozni? Igen, itt érződik, hogy itt még kellene lennie a dolognak. Nem csináltam frakciók küldéket. De ez amúgy nagyon menő, hogy itt vannak a döntéseink. Ez micsoda, amit itt most mutatnak. Wow. Wow. Aztán. Hát amúgy ez... menő. Az a helyzet, srácok, hogy nagyon, nagyon királyul összerakták. Csak milyen, szóval igazából ez adja a legnagyobb újrajátszhatósági faktorát a játéknak. Csak milyen áron, én direkt nem spoilereztem magamnak előre, és nem tudtam ez a döntés mivel jár, szóval én nagyon sok mindent kimaxoltam, számtalan melléküldetés, és végül miért? Azért, hogy újból megnézhessd, hogy ha mondjuk egy másik karakterrel játszol, nem tudom, más döntéseket hozol például. Nyilván, hogyha egy csomó mindent megcsináltál a játékba, akkor kevés olyan dolog marad az újrajátszhatóságnál, amit így meg tudsz nézni. De azért még biztos, hogy marad olyan dolog, amit nem tudsz megnézni egy végigjátszás alatt. És ahhoz, hogy mindent megtapasztalj, gondolom, például érdemes minden társal játszani, nem tudom. De azt egy teljesen új mentéssel is csinálhatod? Hát, hogyha mindent elveszítesz... ha mindent elveszítesz azzal, hogy újra kezded, akkor igen, de mivel nem veszítesz el mindent, hanem megmaradnak a képességek, meg minden, ezért...
Ezért, hát hogy is mondjam, ezért úgy van értelme. Van olyan content, ami csak a New Game Plus-szal megy. Ó! Oh. Most amúgy miért nincs muzsika a háttérben? Halin, azt írták, hogy hiába ugyanúgy csinálsz mindent, más karakterek más szálakra kerülhetnek. Csak a szinted és a skillek maradnak meg, minden fegyót, hajót, nyersanyagot, box. Aha. Hát akkor igazából csak a skillek azok meg a szintja, amivel így több vagy, és ami miatt érdemes azt a karaktert játszanod tovább. Ha az alapokat lehetne ilyenkor változtatni, például, hogy a rajongó helyett a varont választod, vagy ha csak random változat, azt szerintem sokat segítene. Aha. Ez most micsoda? Ja, kikapcsolt a képernyő. Egyszer érdemes még ezután is folytatni, mert kapsz számos beszélgetési opciót, de utána számomra értelmetlen. Aha. Hát, amúgy meg tudom érteni, szerintem így nem sok, legalábbis magamból kiindulva, nem sokan játszanak New Game Plus-t a játékokba, hiszen akkor inkább már egy másik játékra szánják azt az időt, de aki meg így szereti ezt a gémet, és minél többet akar, tehát hogy kérdés ugye, hogy kinek mennyit ad ez a játék, és akinek sokat adott, így történetben, meg szórakozásban, az így valószínűleg még jobban meg akarja tapasztalni, még jobban át akar élni, úgyhogy minél több lehetőséget megtapasztal. És amúgy ezt a részét így, ahogy a történetet összehozták, ez nagyon zsír. Ez nagyon zsír. Nem gondolom azt amúgy, hogy kiemelkedő ez a, tehát hogy így most a főküldetések alapján a Starfield, de egyébként tetszett. Tetszett nekem az, ahova kiukadtunk. Tetszett ez a multiverzumosdi. És az a küldetés, amivel ma kezdtünk, amikor így arról kellett dönteni, hogy melyik világot mentjük meg, az is nagyon zsír volt. Jó volt amúgy. Nekem tetszett ez a sztori. Tetszett ez, ahogy felépítették. 60 plusz órát adott, élveztem minden percét, csak a New Game Plus megvalósítása nem, de ez volt az első játék, amivel találkoztam ezzel a feature-re. Szerintem ez a, ahogy megoldották a New Game Plus-t, ez szerintem ilyen toppos itt a Starfield-be. Az, hogy milyen a New Game Plus, azt nem tudom, de az, legalábbis most így, hogy elmondtátok így, mert sejtem nyilván, de hogy alapvetően ez a megoldás, ahogy felépítették a dolgot, hogy hogyan megyünk New Game Plus-be, szerintem ott van. Én elsőre direkt kihagytam a frakció küldiket, de őszintén nincs benne New Game Plus 10. Mi értem? 10 per hány a game? Hát erre én nem tudok válaszolni, nem szoktam így rételni a gémeket, betyára az a helyzet. Szerintem jó játék a Starfield. Hogyha így magával tud ragadni a világ, hogyha nem, akkor meg hát nem. Mondjuk az már megint egy más kérdés, hogy mi az, amit az emberek váltak a Starfield-től. Én
nem nagyon szoktam játékoktól várni semmit, úgyhogy én így nem tudtam csalódni például a Starfieldbe se, nem tudtam csalódni a Cyberpunkba se, és még jó pár játékba, amiben egy csomóan csalódtak. Szóval én így, hogy annyit tudtam Starfieldre, hogy Bethesda a game, és hogy olyasmi lesz, mint a Sky Remake, meg a Fallout, ez alapján nekem adta. Hát a New Game Plus 10, ha jól emlékszem, New Game Plus 10-ben kapsz egy ruhát, meg valami néhány random eventet, ami például New Game Plus only. Aha. Hát, az alapján, hogy például Fish, már számtalanszor újra játszotta, tudom azt mondani legalább, hogy a chaten biztosan van egy ember, akinek bejött annyira ez a játék, hogy jó párszor újra játsza, és kihasználja ezt a New Game Plus-os feature-t. De én nem valószínű, hogy újra fogom játszani. Viszont a frakció küldetéseket azokat így szeretném még megtapasztalni, úgyhogy vissza fogom menni majd a mentésre, tehát hogy én most hiába, tehát hogy nem fogok New Game Plus-ba menni, hanem visszamegyünk arra a mentésre, amikor dönthetek, és akkor úgy még fogunk frakció küldéket csinálni. Minden New Game Plus-szal kapsz egy picivel jobb gírt, űrhajót, de csak ezekért elmenni New Game Plus 10. Hát, akinek bejött annyira a játék, ugye? Én elmentem a New Game Plus 10-ig. Ha gyors vagy, akkor fél óra egy-egy plusz kör. Komolyan ezt így lehet speedrunolni? Megnézem már, hogy mit mondanak itt a YouTube-on, hogy Starfield speedrun, az így micsoda? Milyen hosszú? Arra kíváncsi vagyok. Ja, itt azt írják, hogy New Game Plus World Record 36 perc, ez volt 2 hónapja. Angol tudás nélkül érdemes-e nekiállni? Hogyha nem akarod ezt az AI-os gépi magyarítást használni, ami, hát, hogy is mondjam, ennél a témánál szerintem ennél a multiverzumos témánál nem biztos, hogy a legjobb. Hogy mondjam, szerintem érdemes, hogyha van angol tudás. RPG játékoknál javallott erőteljesen. És ez szerintem igaz mindegyik Bethesda játékra, meg ha már ide lehet keverni, akkor ide keverem a Baldur's Gate 3-at is. Úgyhogy ja. Na, az a terv, hogy a frakció küldetéseket is megcsinálom. Nem tudom, mennyi frakció van, 5, valami jó pár van, azt tudom. Úgyhogy azokba is majd így bele akarok kezdeni, azokat is majd így akarom csinálni. 4, majdnem eltaláltam. Mert mondtátok, hogy azok sokkal-sokkal érdekesebbek és izgalmasabbak, mint az alapszál, az alap főszál. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy azok így mennyire fognak tetszeni, meg hát tudjátok, hogy én szeretek amúgy is minél több mindent megcsinálni egy ilyen játékban. Viszont a Starfieldet biztos, hogy nem fogom 100%-olni. Az alapján, amit itt most láttam, nem tudom hány órám van benne, 33 órám alapján én nem akarom a Starfieldet maxolni, és Bethesda játékot se akarok maxolni, mert ez végtelen idő. Tehát így is végtelen időt eltöltöttem azzal, hogy loot. Tehát a Bethesda belerakta a játékba azt,
hogy végtelen mennyiségű dolgot lehet lootolni, és végtelen helyre lehet benézni, és ez brutál, brutálisan sok idő. De ezt nem mondom, hogy rossz, csak ez, tudom, hogy ez nekem ez nagyon sok idő lenne. Ja, kapott jelölést, de nem fogja megnyerni. De attól függetlenül a jelölés is olyan, amúgy, mint hogyha, tehát már a jelölés is amúgy egyfajta elismerés, úgyhogy szerintem ez tök jó. Hát figyelj, azért, hogyha megnézzük, hogy idén milyen játékok voltak, szerintem kiemelkedett, nem? Mármint hát jó, tudom, most sokan azt mondják, hogy amúgy is hogy néz már ki a Starfield, meg mit tudom én, de hogy így az idei felhozatalban szerintem, ha valamiben tényleg jó a Bethesda, az RPG-ségben jó, szóval a vicces lett volna, hogyha ott nem kap jelölést. Game Awards-on nem nagyon lesznek meglepetések? Hát én kíváncsi vagyok. Na, hát én azt nem is néztem még. Igen, még a frakciók mellett az Outpostot is majd meg akarom nézni, hogy milyen, mert azt így még nem próbáltam egyáltalán. Mi értelme van ennek az Outpostnak, srácok? Te se próbáltad még? Na kíváncsi vagyok. Ahogy egy ilyen multi rész, klán vs. klán háborút azt adnám. Széni oldalni a fegyvereket hasznos, egyébként nulla. Nyersanyagot tudsz termelni. Ó, értem. Nyersanyag és pénz. XP farmra is jó. Hoppá! Hajókat modolni is állat. Aha. Én úgy játszottam a Starfieldet, hogy így csináltam mindent, amit tudtam, aztán egy pár stream óta már kb. Csak a főküldetéseket csinálom, hogy így azt tudja mondani, hogy na, végre. És akkor most már tudunk erről is beszélni, mert ezt már mindenképp meg akartam csinálni, hogy vége legyen a játéknak. Nem akartam, hogy ez egy visszatartó dolog legyen. Főleg nyersanyag, pénz, hajómodellás, fegyvercrafting, üzemanyag. Aha. Na, kíváncsi leszek rá, mert azt eddig egyáltalán nem néztem meg. Nagyon zavart titeket, hogy nem játszottam. Hát én már akartam, mert jó páran vagytok, akik már végigjátszottátok, aztán most már így legalább lehet erről is beszélni. Így egy Starfield-es végigjátszás alatt. Legalábbis, hogyha majd Starfield-ezek, akkor legalább tudunk majd erről is dumálni. Na jól van, azt hiszem amúgy megbeszéltünk mindent. Ami így
Így nekem eszembe jutott. És kezdődik. Starborn, ez az, amivé váltál. Egy lény, aki megérintette a végtelent. A történeted véget ért, de újra kezdődik. Ebben az univerzumban és számtalan másban. Emlékszel mindenre, amit tanultál. A tulajdonod és mindenki, akit ismertél, hátrahagytad. Fedezd fel ezt az új univerzumot és mindazt, amit kínál. És talán tegyél egy újabb utazást az egységen keresztül. Menő. Ó. És lett egy Starboard Guardian a hajóm. Wow. Menő. Menő. Ez jó volt. Hát srácok, remélem, hogy élveztétek ezt a Starfield-es végigjátszást. Még vissza fogunk térni a játékhoz. Nyomjuk a frakciós mission-öket. Ennek nagyon örülök. Menjünk még el az Atlaszra? Hát majd elmegyünk legközelebb. Elmegyünk majd legközelebb. Itt van valami küldi? Ja, a páholyba akar minket küldeni. Na, akkor elmegyünk majd az Atlaszra. Mit nézzünk majd meg ott, Yashim? Nem megkaptam ruhát? Itt van ez az, ami rajta van. Ez a Starborn űrruha Astra. Ja, egy event. Aj, Atlaszon egy event. Jó. Ha nem felejtem el, akkor megnézzük. Ide is mentek egyet. Jaj. Királyság volt. Hát, most már akkor csak így a nagyobb végigjátszásainkból már csak a Zeldát és a Baldur's Gate 3-at kéne befejezzük. Azokkal még azt hiszem el leszek.